Egészségügyi központ Tabon 275 millió forintból fejlesztettek a településen. Nélkülözhetetlen nádosok, hidrobiológus tartott előadást Balatonszemesen. Sárkányok a medencében, rendhagyó evezős versenyt tartottak Siófokon. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 275 millió forintból újult meg a Tabi Kistérségi Egészségfejlesztő Központ eszközparkja. A 100%-os visszanemtérítendő összegből fogorvosi panorámaröntgen, 4D-s ultrahang és számos más képalkotó diagnosztikai eszközt is beszereztek. Emellett a megyében másodikként már Tabon is végezhetnek emlőszűréseket. Az a lényege a mammográfia SG-nek, hogy eldönthető, tehát mindkét irányba, tehát ez a C-kar dől 45-50 fokban. Az Egészségfejlesztő Központ legújabb büszkeségét mutatják be Tabon, egy mammográfiás készüléket. Az intézmény emellett a pályázat keretében számos más orvostechnikai eszközt is ki tudott cserélni újakra. A nagy értékű eszközök az három ultrahang készülék, amelyet a kardiológia, nőgyógyászat és urológia kapott. Ezen kívül a kardiológián egy terheléses EKG rendszert telepítettünk újat, a nőgyógyászaton 4D-s ultrahang mellett egy digitális kolposzkópot, a szemészeten egy új látótérvizsgáló eszközt, a fogászaton egy panorámás röntgenkészüléket, ezen kívül a fizioterápiás egységünket is felszereltük különböző nagyobb értékű eszközökkel, és az összes szakrendelőben a kisértékű műszereket, amik amortizálódtak, azokat lecseréltük. Mind a 17 szakrendelő gazdagodott valamilyen új felszereléssel a pályázatnak köszönhetően. Ezzel a kistérséghez tartozó 24 település valamennyi lakója megfelelő ellátást kaphat, ha az egészségfejlesztő központba látogat. Ugyanakkor a település polgármestere szerint az intézmény megnyitása óta megtöbbszöröződött az ellátásra érkezők száma. Most már mi is ott vagyunk, hogy a volumenkorlátnak a túlsó oldalán estünk, tehát igen, valójában egyre többen vannak, tehát mi is egy viszonylagos elvonásban vagyunk már, de ettől függetlenül a várakozási rend van, amelyik szakrendelőnél bizony itt is elérje a 4-5 hónapot. Úgyhogy ez nem egyedi és kirívó. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nekem azt kell nézni, és mindannyiunknak, hogy a környéknek és az ittenieknek az a biztonsága, hogy a 17 szakrendelésen keresztül nem kell Siófokra és nem kell Kaposvárra járni, megkapják ezeket a szolgáltatásokat, és majd, ha véletlenül kórházba kell menni, akkor kell csak lépni, ez nagyon nagy előrelépés szerintem a Koppány völgyébe. A térség országgyűlési képviselője szerint a fejlesztéssel nem csak a betegek, de az ott dolgozók munkakörülményei is rengeteget javultak. Minden területen fejlődni tudott most ez az intézmény. Én bízom benne, hogy ezzel egy méltóbb és korszerű munkai környezetet tudunk teremteni az itt dolgozóknak, és a gyógyulni vágyóknak pedig a hatékonyabb gyógyuláshoz vezető utat tudjuk megteremteni, és egy komfortosabb környezetet teremteni ezzel a valóban nagyívű fejlesztéssel. Az új eszközök nagy részét már használják is a szakrendelőkben, a mammográf gép munkába állítására azonban még a szükséges engedélyek megérkezéséig várni kell. A hagyományokat eleveníti fel egy borász család, 40 napig böjtölnek, hamarosan mutatjuk a részleteket. Kultúrával és aktív pihenéssel indul a tavasz Siófokon. Március 5-én elrajtol a Spuri Balaton és a Fél Balaton Szupermaraton, ahol különböző távok közül választhatnak a versenyzők. Március 6-án a Siófoki Férfi Dalkör Egylet köszönti a hölgyeket a Zenél a Város klasszikus és komoly zenei koncert sorozattal. Március 8-án pedig a Galériusz élményfürdő kedveskedik akciókkal. A Kálmán Imre Kulturális Központban Minden nő hercegnő címmel rendeznek programokat, míg a Kálmán Imre Emlékházban március 11-én előadást lehet hallani az operettszerző műveinek női alakjairól. Március 14-én és 15-én több helyen tartanak ünnepséget és megemlékezést a forradalom tiszteletére. A rendezvények mellett a város vendéglátói és kézművesei kedveskednek a gasztronómia rajongóinak a márciusi gasztromustrával. Új bortörvény készül, a rendszerváltás óta ez lesz a harmadik jogszabály. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára elmondta, az Agrártárcával közösen
Olyan központi adatbázist szeretnének létrehozni, amelyben napra kész adatok lesznek. Az új törvénnyel a jelenlegi kiskapuk bezárása is céljuk. A HNT már tavaly lépéseket tett, hivatalos hatósági mustfokméréseket végeztek, az eljárásrendet pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal közösen dolgozták ki. A Balaton 600 négyzetkilométeres tó felületének mintegy 2%-a, vagyis 1200 hektár a nádas. Ezek szerepe nem csak a vízminőség szempontjából fontos, hiszen a növény megvédi a külső terhelésektől a vizet, valamint a parti területeket is kíméli, mondta Balatonszemesi előadásában Pomogyi Piroska hidrobiológus. A szakember előadására lakossági igény mutatkozott, ezért szervezték meg a tájékoztatót a településen. A nádasok hozzátartoznak a Balatonhoz és a tó ökoszisztémájához. Jelenlétük ezért több szempontból is fontos. Ezekre hívták fel a figyelmet a Balatonszemesen tartott fórumon. A településünkön az elmúlt időszakban többen is megkeresték az önkormányzatot azzal a célra, egyik oldalról, másik oldalról, hogy a nádasaink bővülnek, a másik oldalról meg ugye, hogy nem szeretnék, hogyha bővülnének. Emiatt szerettük volna azt kialakítani, hogy lehetőség legyen a lakossági szintről itt előadás formájában kérdéseket feltenni. Balatonszemes mintegy 5,3 km hosszú partszakasszal rendelkezik. Nádas valamivel több mint 6 hektáron található itt. Mint azt a nyugalmazott vízügyi szakember tájékoztatójában elmondta, ahhoz, hogy a nyílt víz vízminősége mindig jobb legyen, nagyon fontos egy parti növénysáv. Maguk is egy komplett élőrendszer, ökoszisztéma, ahol a növények ugye a napfény energiáját megkötik, szerves anyagot állítanak elő, és mindenki más ezt fogyasztja. A nádas is ilyen növény, szép hivatalosan úgy mondjuk primér producens, és rengeteg élőlény él a nádasokban, nádon is, magán is, de egy komplett élőlény hálózat, táplálkozási kapcsolat, energiahálózat csatlakozik rá. A nádas a külső terhelésektől is megvédi a vizet, de a parti területeket is kíméli, mondta előadásában dr. Pomogyi Piroska. Egy 5-10 méter széles nádasöv van, akkor már nem tudja a hullám elvinni a partot, valamivel olcsóbb, mint egy beton partvédőmű, például és természetes partvédelmet is jelent. A Balaton tó felülete 600 négyzetkilométer, ennek mintegy 2%-a, 1200 hektár a nádas, mondta tájékoztatójában a szakember. Arra jó, hogy a jelentős terhelések legnagyobb részétől megvédje a Balaton, az egészséges ökoszisztémához kell. Ha sokkal több nádas lenne a déli parton, például viszonylag sekély vízmérségek vannak, ott bejebb tudna húzódni, de az már az elmocsarasodás felé mutatna. Tehát én úgy érzem, hogy de ez hitkérdése is, az én közel 50 éves tapasztalatom azt mutatja, hogy a nyílt víz nádasöv aránya, ez a 2%, ez körülbelül jó. Azonban, ha bejárókkal, stégekkel felszabdaljuk, akkor megtörik a nádas egysége, folytatta a hidrobiológus. A nádasok ökoszisztémájának az sem használ, hogy egyes helyeken a betöltéseknél vagy különböző stégeknél idegen honos növények kerülnek be. Kigyulladt és mintegy 4 hektáron égett a Nagyberek szombaton. A tűzesethez Marcaliból, Keszthelyről, Balatonbogláról és Fonyódról érkeztek tűzoltók, akik a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A beavatkozást nehezítette a viharos erejű szél, a tüzet körülbelül 3 óra alatt sikerült teljesen eloltani. Június 6-án és 7-én rendezik meg a Nemzeti Regattát Siófokon, ez lesz az 5. alkalom. A kétnapos családi fesztiválra színes programokkal, ingyenes koncertekkel és versenyekkel készülnek a szervezők. Több mint 200 településnek küldtek ki meghívót. Maximum 50 jelentkezést tudnak fogadni beérkezési sorrendben. Kollár József, a Bahart vezérigazgatója elmondta, a társaság stratégiai fontosságúnak tekinti, hogy aktív, kezdeményező szerepet töltsön be a régió társadalmi életében, elősegítve egyebek mellett a helyi és országos turisztikai célokat. Azt is hangsúlyozta, a rendezvény túlmutat a Balaton régión, igyekszik bevonni az ország egyéb turisztikai desztinációit és nagy közönségét is.
Rendhagyó sárkányhajó versenyt rendeztek szombaton a Siófoki Galérius fürdő egyik medencéjében. A 6 fős csapatok a kötélhúzás mintájára lapátoltak a vízben. A rendhagyó megmérettetésre felnőttek és gyerekek egyaránt neveztek. Komoly csatákat és könnyed győzelmeket is hozott a beltéri sárkányhajó verseny Siófokon. Voltak, akik már gyakorlott evezőként szálltak vízre. Nagyon szuper, nagyon jó program, én még sose voltam ilyenen, evezni járunk, évek óta igazából összeszokott csapat vagyunk részben, akik itt vagyunk, de ilyen beltéri versenyen még nem vettünk részt. Olyan, mint egy kötélhúzás valójában. Elkészül! Fiatal kajakkenusok és szülők is egyaránt megmérettettek a versenyen. Kisfiam itt evezetben az egyesületben, és úgy volt, hogy vele jövök. Csak sajnos lebetegedett, úgyhogy így én képviselem a kis családunkat. Szombaton összesen több mint 60-an lapátoltak a sárkányhajó versenyen, amelyen bárki vízre szállhatott, mondta a program ötletgazdája. Télen minden lehetőséget megragadunk, ami csak van, hogy a vizes környezetbe tudjunk mozogni, edzeni, úgyhogy úszunk, kajakozunk a medencében, és hát a sárkányhajó az egy szabadidős kategória sok esetben. Szerettünk volna a tagságunk mellett a külsős érdeklődőknek is nyitni egy ilyen lehetőséget. A program célja nem a győzelem, hanem a jó hangulat és a kajakkenu sport népszerűsítése volt. A csatákra nem csak a versenyzők, hanem a fürdő vendégei is kíváncsiak voltak. Nem is egy ilyen óriási versenynek kell ezt felfogni, hanem egy kicsit mókáznak a csapatok, jól érzi mindenki magát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy darab sárkányhajó került a medencébe, és a két végébe 2 6-os csapat ült be, illetve száll be, és elkezdenek evezni. És mint a kötélhúzás, tulajdonképpen el kell tolni a hajót, az a nyertes, aki eltolja előbb, hamarabb a hajót, és a bóján átmegy a szalag. Siófok első medencés sárkányhajó versenyén 15 csapat több kategóriában mérte összerejét. Soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezetett be a Volánbusz. Fokozottan takarítják az autóbusz állomásokat és a járműveket, vírusölőszerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítőszerrel látják el a munkahelyi mosdókat, tisztálkodó helységeket. A társaság azt is közölte, folyamatosan kapcsolatban állnak a koronavírus fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzsel. Elkezdődött a nagybőjt időszaka, amely húsvét vasárnapig, Jézus feltámadásáig tart. Bár a 11. századig szigorú szabályok szerint bőjtöltek a hívők, mára az egyház már megengedőbb e tekintetben. Idén először a Varga pincészet ifjú borásza és édesapja is úgy döntött, hogy megvonja magától a húst, de mint mondják, elsősorban a hagyományok fenntartása a cél. Ebédhez készül a Varga család. Könnyű saláta, borsófőzelék és tükörtojás szerepel a fogások között. A nagybőjt kezdetével a borász család úgy döntött, követve a hagyományokat, húsvét vasárnapig nem esznek húst. A mi családunk egyébként néhány évvel ezelőtt már más kérdésekben is úgy döntött, hogy próbálunk visszatérni őseink tradícióihoz. Ennek egy kisebb jelentőségű kérdése ez a 40 napos bőjt, de úgy gondoljuk, hogy minden, ami jó volt az előző generációknak, az nekünk is valószínű, hogy jó lesz. Édesapja ötletéhez Máté is szívesen csatlakozott, aki egyébként saját bevallása szerint nagy húsfogyasztó. Régen nagyon sokat fogyasztottam, tehát gyakorlatilag minden étkezéshez ettem húst, akár még az uzsonnához is, de ezt amúgy is vissza kellett vennem, mert itt már éreztem, hogy ez sok lesz. És pont idén, januárban döntöttem úgy, hogy napi egy étkezéshez elég lesz a hús. Ebből persze 2 lett, de azért legalább a reggelinél már ki tudtam ezt venni. Annyira nem érzem nehéznek. A mértékletesség a borászok szerint egyébként is fontos nem csak a borfogyasztás, de az étkezések terén is. A Varga családban ez ideig is egy héten egyszer húsmentes étkezést tartottak. Persze a 40 nap ettől jóval több, de mint mondják, ez jó alkalom arra, hogy eleink példáját követve megtisztítsuk testünket és lelkünket egyaránt.
Hozta a kötelezőt a Siófok KC női kézilabda csapat az EHF Kupa negyeddöntőjének első fordulójában. A Párduc lányok a török bajnok Kastamonu otthonába látogattak, és már az első félidőben egyértelművé tették, hogy ők a találkozó esélyesei. A félidőben a hazai gárda mindössze 1 tucat gólig jutott, míg a balatonpartiak dupla annyit könyvelhettek el. Bár a második játékrészben kicsit alább hagyott a Siófok lendülete, a győzelem 1 percig sem volt veszélyben, végül 29-38-ra nyerték a találkozót. Visszavágó szombaton 18 órakor a Kis Szilárd sportcsarnokban lesz. Egészségügyi központ Tabon 275 millió forintból fejlesztettek a településen. Nélkülözhetetlen nádosok, hidrobiológus tartott előadást Balatonszemesen. Sárkányok a medencében, rendhagyó evezős versenyt tartottak Siófokon. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap is számíthatunk esőre, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. A mai miértben Szita Károly Kaposvár polgármesterének évértékelőjéről láthatnak összefoglalót, tartsanak velünk 7:30-kor, és szép estét, viszontlátásra!